Ebben a rendkívüli helyzetben hogyan működik most a Pétfürdői Védőnői Szolgálat? Az elmúlt hétfőtől kezdve úgy működünk, hogy személyes kapcsolatokat nem tartunk a gondozottakkal. Telefonon, e-mailen és messenger kapcsolatban érintkezünk a gondozottakkal. Hány gondozottjuk van most? Hát, a saját körzetemről tudnék beszélni. Összesen 13 várandós és 160 körüli kisgyermek van a körzetemben, körülbelül a másik körzetben is ugyanennyi. Mennyire volt zökkenőmentes az átállás? Én nem gondolom, hogy nagyon zökkenős volt. Az elején egy kicsit több volt a telefon, az érdeklődés, bizonytalan volt mindenki ebben a helyzetben, hogy hogyan csináljuk, de a hét közepére körülbelül kialakult, hogy mit hogyan fogunk csinálni, és mindenki tudott ehhez alkalmazkodni. Egy olyan kisgyermek esetében, akit látni kellene a védőnőnek vagy a gyermekorvosnak, most mi a teendő? Mindenképpen először telefonos hívást kérünk mindenkitől, és a védőnői szolgálatnál most ezt vezettük be, hogy akinek van Facebookja, Messengere, videó üzenetekben tartjuk a kapcsolatot. A telefonnal az anyukák meg tudják mutatni a babát, hogy mit kérdeznek, miről szeretnének kérdezni, mi az, amit megmutatnának, milyen kiütése van, vagy egyáltalán, és akkor így egy kicsit személyesebb a kapcsolat. Hogyha úgy ítéljük meg, hogy valakinek mégis kellene a személyes kapcsolat, akkor pedig a házi gyermekorvossal szoktunk egyeztetni, hogy hogyan legyen. Volt-e már valamilyen rendkívüli eset? Ez alatt az egy hét alatt még nem volt. Van-e a védőnői szolgálatnak megfelelő mennyiségű védőeszköze? Hát sajnos mi is küzdünk ezzel a nehézséggel, hogy nem lehet gumikesztyűt és maszkokat beszerezni. Mindenki azt hordja, amit esetleg otthon talált, vagy még voltak azért elfekvőbe készleteink, de nagyon szűkösen. Mire hívná fel a szülők, a pétfürdőiek figyelmét ebben a veszélyhelyzetben? Nagyon fontosnak tartom, hogy azt, amit most a televízióban kommunikálnak az operatív törzs, lehet nézni a tévében, az M1-en, naponta többször is tájékoztatják az embereket, hogy vegyük nagyon komolyan azokat a figyelmeztetéseket, amiket ők ott mondanak. Lehetőleg zárkozzunk be. Mégpedig ezt tényleg vegyük komolyan, hogy csak akkor menjünk ki, hogyha valami olyan halaszthatatlan ügyünk van, amit el kell intézni, esetleg a boltban kell vásárolni, de ha kitesszük a lábunkat, akkor viseljünk maszkot, gumikesztyűt. Ha nincs otthon maszkunk, mert nem tudtunk beszerezni, akkor akár egy sálat oda teszünk az orrunk elé, azzal egy kicsit igazából nem véd, ezt tudjuk, hogy nem véd, sőt a maszkok egy része sem véd, de azt megakadályozza legalább, hogy az arcunkhoz nyúljunk, mert ugye ennek a vírusnak a terjedése úgy történik, hogy a kezünkkel visszük azokhoz a testnyílásainkhoz a vírust, ahol aztán kapu van, kapuként viselkedik, és behatol a szervezetünkbe. Tehát, hogy ne nyúljunk hozzá a szánkhoz, az órunkhoz, a szemünkhöz. Ez lenne a lényeg, és a gumikesztyűnek is főleg ez a lényegem, mert hogy azért a vírus azon is megtapad nyilván, de hogyha kesztyű van a kezemen, akkor valószínűleg figyelmeztet, hogy ne nyúlj oda az orrodhoz, szemedhez, szádhoz. Még annyi, amit fontosnak tartok elmondani, hogy egyelőre a kötelező védőoltásokat nem állítottuk le, az utasítás, hogy az oltásoknak menni kell, úgyhogy erre hívjuk még fel a figyelmüket a szülőknek. Ugyanakkor azt kérjük tőlük, hogy ha érkeznek az oltásra, akkor kizárólag akkor, hogyha a kisgyerek is, és az őt kísérő személy is teljesen egészséges.